A Bob Herceg operettet mutatták be a Magyar Zenész Színház társulatának tagjai, a Közösségi Ház 2018-2019-es évad felnőtt színház bérletének 5. és egyben utolsó darabjaként. Huszka Jenő, Bakonyi Károly, Martos Ferenc Bob Hercegét február 21-én láthatták a nézők a Közösségi Ház színpadán. A városunkban is nagy sikerrel bemutatott darab különlegessége, hogy ez az első magyar nyelven írt operett, 1902-ben mutatták be hazánkban, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend. A humoros jelenetekkel teletűzelt operett története az 1920-as években játszódik Londonban. Az angol trón várományosa, György Herceg, Bob álnéven is áruhában jár ki éjszakánként titokban a palotából, és beleszeret Anniba, az egyszerű sorból származó lányba. A bonyodalmak akkor kezdődnek, amikor a hercegnek a 20. születésnapján feleségül kellene vennie az anyakirálynő által kijelölt, rangban hozzáillő hercegnőt, aki titokban a gárdatisztet szereti. Egyik szerelmes pár sem lehet együtt a társadalmi különbségek miatt, de jó operetthez hűen végül a szerelem győzedelmeskedik. A királynő szerepében Kállai Bori érdemes művész láthattuk, címszerepben Dósa Mátyás, főbb szerepekben pedig Bodor Szabina, Balogh Tíma és Merán Bálint brillírozott, valamint Bozsó József, a darab rendezője is játszott az operetben.